Köszöntelek, Jónás Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Ez itt az időkapszula, benne komoly témák, komoly embereknek. Hová fajult a világ ma? Hová fajult a világ, ha a benne lévő igazságot ki kell szaszerolni? De vajon mit jelent ez a szó, hogy kiszaszerolni? És kik használják a legtöbbször? Ez a szó a börtönszlengben használatos. Ott használják a legtöbbször, ahol rengeteg bűnöző van. Azt jelenti, hogy kifigyelnek valamit, betörés közben őrt állnak, és bűncselekményre alkalmas helyet kémlelnek ki. Tehát aki kiszaszerolja az igazságot, az nem igazán jár egyenes úton. Hová fajult a világ ma? Én is ezt kérdezem. Ma semmi sem jó, de régen azt mondták, hogy szuper volt minden. Azt mondták, hogy régen tudták az emberek, hogy hogy kell élni, de ma már senki se tudja. És voltak emberek, illetve vannak emberek, akik meg vannak győződve arról, hogy ők mindent tudnak. Hogy ők jók, hogy ők erkölcsösek, hogy ők hibátlanok. És meg vannak győződve arról, hogy ha egyszer a szavukat adták valamire, ha egyszer kimondtak egy általuk feltételezett igazságot, akkor azt ők sohasem szekték meg, sohasem másították meg. Ha van egy elvük, akkor ahhoz hűségesek. Ez a videó azoknak szól, akik magukról csupa jót gondolnak, és mégis kaméleon módjára változtatják a véleményüket. Kaméleon módjára változtatják a képet önmagukról. Ez a videó neked szól. Hová fajult ma a világ? Két éve még azt mondtad, Nekiméljük magunkat. Nézzünk szembe a valósággal. És nem mondhatjuk, hogy emberek vagyunk és tévedünk, mert ezzel csak felmentjük magunkat. Te mondtad, hogy nagyon sok híres ember van, aki felelőtlenné válik, aki hibázik és nem vallja be. Nem vállalja a felelősséget a tetteiért. Nem vállalja annak a következményét. Te mondtad, hogy a híres embereknek azért nagy a felelőssége, mert százezreknek veszik el a hitét. Elveszik a hitét a jóságban, az igazságban és a hűségben. Te mondtad, hogy az önfelmentés, az önigazolás métej és egyenes ember nem csinálja. Te idézted a Bibliából, hogy van tíz parancsolat. Hogy Isten azért adta ezeket a parancsolatokat, hogy tudjuk a mércét. És a mérce nem enged egy kicsit sem. Ami eltér a mércétől, az rossz. Te mondtad. Nem úgy van, hogy leengedjük a mércét, a mérce az magasan tart. És hová fajult ma a világ? Azt mondtad, hogy hihetetlen veszélyben van az, aki híres. Hihetetlen veszélyben van ma, ö, az az ember, aki felépített magáról egy karaktert. Ezt a karaktert, amit felépített, ezt ismeri a közvélemény. Hogy a híres emberekről, az influencerekről van egy kép az embereknek a fejében. Egy kép, amit elképzelnek róla. De ez csak egy elképzelt kép. Te mondtad, hogy nem ismerik az embernek az igazi életét. Nem ismerik a hátterét, nem ismerik a kapcsolatrendszerét. És te mondtad azt is, hogy a felépített karaktere szerint nagyon sok ember úgy gondolja, hogy becsületes, tisztességes ember. És aztán jönnek a karaktergyilkosok, akik megtámadják az illetőt. Lerombolják arról a róla kialakított képet, lerombolják azt a képet, amit magáról kialakított, megbélyegzik, és aztán az illető már nem tud mit kezdeni magával. Mert ő azt hitte, hogy ő egy tisztességes és becsületes ember. És ezt a képet mutatta kifelé. És aztán ezek az általad karaktergyilkosoknak nevezett egyének elvették ezt a hamis arcot, ezt a hamis képet tőle. Megalázták. Mert ő a karakterépítésében csúfot volt. Vallott. Szóval, hová fajult a világ? Odá, odáig fajult, hogy senki nem akar felelősséget vállalni semmiért. Odáig fajult, hogy inkább másokat hibáztatunk, úgy, mint te, a saját hibáinkért. Odáig fajult, hogy karaktergyilkosoknak kell mondani azokat az embereket, akik felszére hozzák az igazságot, vagy a tényeket. És te büntetést kérsz rájuk. Nem azokra kéred a büntetést, akik védkeztek, hanem azokra, akik felfedték a védket. Szerinted meg kell büntetni őket? mert ők karaktergyilkosok. Mert ők gyilkos katonák, zsoldosok, és olyan elbírálás alá kellene esniük, mint az igazi gyilkosoknak. A vétek felfedők szerinted ügynökök, titkos szolgálati kommandósok, gépfegyveres verekedők, a legdurvább harcra kiképzett ügynökök és bárkit kivonnak a forgalomból. Szerinted ez szörnyű? Szörnyű, mert vannak emberek, akik egész életükben dolgoztak, szerinted felépítettek egy hamis életet, egy hamis énképet maguk körül, és ezzel a hamissal hitették el a félvilágot. És amikor kiderült róluk, hogy a felépített eszmerendszerük helytelen, hogy a mutatott kép hamis, az általuk vélt, élt világ tele van borzalmakkal, hogy az erkölcsük erkölcstelenség, az igazságuk hamisság, akkor ezeket az embereket te úgy állítod be, mint hogyha azok, akik kitálalták róluk a védket, akik felfedték a bűneiket, azok karaktergyilkosok lennének, és szegények, akikről kitálaltak, azok pedig a karaktergyilkosok áldozatai. És sajnálod őket, mert nem tudnak úgy kimenni az utcára, hogy összene súgjanak a háta mögött, hogy meg ne kérdőjelezzék esetleg még a családtagjai is. Azt mondod, hogy ki lehet elemezni az embereknek az életét az életüknek a konkrétumait. De ha ezt közé teszik, akkor lerombolják az illetőnek az életét. Két éve még azt mondtad, hogy a mérce szerint élni nehéz, és a mérce szerint ítéltetni fájdalmas dolog. De akkor is szembe kell nézni az embernek önmagával. Te mondtad, hogy nincs olyan, hogy félig jellemes ember. Vagy jellemes az ember, vagy jellemtelen. De félig nem lehet jellemesnek lenni. Te mondtad, hogy az ilyen ember posványos, langyos pocsoja. És te mondtad, hogy a jellemtelenséget nem lehet megbocsátani, mert rettenetes rombolást okoz. És te mondtad, hogy senki sem menteti fel magát. És nem lehet megengedni, hogy a besározódott vagy eltévejedett emberek diktatúrát valósítsanak meg, mert ez nem építő kultúra. És azt is mondtad, hogy az a bűncselekmény, amikor felmentjük magunkat, amikor elbagatelizáljuk a vétkeinket, a hibáinkat, amikor megmagyarázzuk, racionalizáljuk a tetteinket, és most azt mondod, hogy azok a gyilkosok, akik felfedik a tetteiket. Azt mondtad, hogy aki tévedett, annak felelőssége van, hogy szembenézzen önmagával, hogy felismerje a tévedését, és felismerje annak a következményeit. És te mondtad, hogy nem szabad felmenteni a védkest. És te mondtad, hogy Fájdalmat kell nekik okozni, mert minél jobban meg akarja úszni egy ember, egy nemzedék a szembenézés fájdalmát, annál több pszichoszomatikus betegsége lesz. Te mondtad, hogy őket berőről titkos féreg fogarágja. És te mondtad, hogy a tévedést be kell látni. És az ítéletnek meg kell születni. Mércét tartó társadalmat kell létrehozni, és ki kell mondani azt, hogyha valami nincs rendben. És azt mondtad, hogy a mérce szerinti élet az egy felsőbb rendű lelki állapot. És azt is mondtad, hogy a te életedben minden rendben van hogy dolgozol a hibáidon, és nem kaszabolod le azokat, akik a mércét eléd teszik. Akkor hogy is van ez? Ehhez képest ma azt mondod, hogy a vétkek felfedői gyilkosok, és el kell ítélni őket. Hová fajult a világ ma? És hová fajultak az álkaraktereket felépítő és Áll karaktereiket, másokkal elhitető emberek. Azt is mondtad, hogy ha van egy kép a fejünkben, akkor ez a kép valósággá válik, és ez a teremtés. Mi ez a kép? Egy hamis én. A hamis kép. A hamis karakter. És te ezt nevezett teremtésnek? És ez a hamis én, ez a hamis karakter, vagyis te, amit felépítettél magadban, ez még harcolni is akar önmagáért. Szabadságharcot akar vívni. Harcolni akar, hogy olyan világ legyen, ahol senki sem mondja meg, hogy mi az igaz, ahol nincsenek mércék, de vannak viták. És majd ezekben a vitákban te eldöntöd, hogy kinek hiszel mert olyan korban éltél valamikor, ahol szerinted csak egyetlen egy helyes válasz volt. Olyan korban éltél, amikor semmilyen más válasz nem lehetett a helyes. És azt mondtad, hogy te nem akarsz ilyen világban élni, ahol nem engedélyeznek más igazságokat is. Hová fajult a világ? hová a világod. Két évvel ezelőtt azt mondtad, hogy, és azóta is nagyon gyakran mondod, hogy mindegy. Mind egy. Egy igazság van. Egy igazság van, és az úgy van. Minden más duma, magyarázkodás, féligazság, és csak egyetlen egy igazság van más nincs. A többi csak filozófálgatás. Hová jutott ehhez képest a világ? Hová jutott a te világod? Most több alternatívát kérsz, vitatkozni akarsz, és majd eldöntöd, hogy neked melyik verzió felel meg. Mert szerinted megalkuvó az az ember, aki csak egy igazságot akar megtartani. És azt mondod, hogy nagyon erőszakos az, és nagyon erőszakosan akarja leuralni a világot az, aki szerint csak egy igazság van, és a többit nem veszi figyelembe, vagy nem, tá... vagy nem fogja fel. Két évvel ezelőtt azonban azt mondtad, hogy még neked is mindegy volt hogy egy igazság van, és egy narratíva. Ma már alternatívákat, narratívákat gyártasz, azért, hogy igazold a múlt védkét, igazold a védkeidet. Mert azt hiszed, hogy ha vitázni fogol másokkal, akkor győzni fogsz. Mert van tíz érved, amit szerinted logikusan raktál össze csak hogy az egy igazságról nem kell vitatkozni. Az egy igazság az nem vitatárgya. Az egy igazság az nem összezavar, hanem helyreállít és rendet teremt. És ez az egy igazság nem az emberi. Nem a tiéd, nem az enyém, nem a világé. Ez az egy igazság az Istené akire sokszor utaz, bár sokszor megbotránkoztatóan és kikunyulóan. Ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy ember haragja, ember véleménye, Isten bölcsességét nem munkája. És az a tíz parancsolat, amit Isten adott, az még ma is mérce. Az a tíz parancsolat az egy igazság. Isten nem nyitott felőle vitát. Nem kíváncsi a véleményedre, és máséra sem. Megállapította az igazságát, és nyilvánosságra hozta. Ez alapján lehet tudni, hogy valaki vétkezett, vagy nem. Hogy jellemes, vagy jellemtelen ember. És ha így nézzük, akkor az állításait szerint Isten a legnagyobb karaktergyilkos. Vagy miért? Mert azt mondta, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Ne csinálj magadnak képet a fejedben. Ne csinálj magadnak hamis karaktert, hamis életet. Ne imádd és ne tiszteld azt. Ráadásul Isten a védket is felfedi a tíz parancsolat által. Tehát. Ha a te szavaidat nézzük, hogy a vétek felfedők gyilkosok, karaktergyilkosok, akkor Isten is karaktergyilkos. Tehát ezért el kell őt ítélni, mint ahogy te is elítéled azokat, akik felszínre hozzák a bűnt. El kell ítélni az Istent, és meg kell büntetni, mert megtalálja a rést a hamis énnek a pajzsán, és felfedi mindazt, amit rejteget az ember, amit te is rejtegetsz. Meg kell büntetni az Isten, mert karaktergyilkos, és olyan elbírálás alá kell tenni, mint az igazi gyilkosokat. És milyen érdekes, Ezt meg is tették. Emlékszel, van a Bibliában egy olyan rész, amikor emberek tömege kiabálta, hogy feszítsd meg. És azt is mondták, hogy vére rajtunk és fiainkon. Két évvel ezelőtt azt mondtad, hogy ma túl sokan botlanak. Nem néznek szembe a védkeikkel, és nem mondják az emberek azt, hogy valamit nem tettek jól. És azt is mondtad, hogy pedig a szembenézéssel Tanulhatnának az utódok is. És azt is mondtad, hogy a generációd elveszítette a hitelességét, elveszítette a jó hírnevét a fiatalok előtt, és ti nagyon-nagyon szeretnétek azt visszaszerezni, és nagyon szeretnétek magatokhoz kötni a fiatalokat, azért, hogy átadjátok a botlásaitoknak a gyümölcseit az ő számukra. Ezt már régen átadtátok. A fiak harmad, negyed íziklen bűnhődnek meg az atyáik védke miatt. És ti mégis őket tettétek bűnbakká. Szenvednek, és ezért ti elmondjátok minden selejtesnek, élhetetlennek, lustad dögnek. Miért? Hogy így enyhítsétek a saját fájdalmatokat, és így mentsétek fel önmagatokat. Ahelyett, hogy szembenéznének, szembenéznétek azzal, azzal a hamis képpel, amit felépítettetek magatokról. És tudod, az is ott van a Bibliában, hogy nem elég azt mondani, hogy Uram, Uram, nem elég azt mondani, hogy igazságos vagyok, erkölcsös vagyok, nem elég ö, hazudni önmagadról, hanem azt mondja Jézus, hogy az megy be a mennyek országába, aki cselekzi az atya akaratát, nem a sajátodét, nem a saját eszmeiségedét, az elveidét hanem az atya akaratát. Azt kell megcselekedni. Ez a mérce. És te azt mondtad két évvel ezelőtt, hogy te tudod a mércét. Mert a magyar kultúra ezt a mércét alkalmazta. És ez a mérce nem különleges embereknek szól, hanem átlagembereknek. embereknek. Tehát aki megtartja az isteni mércét, az nem különleges, csak teszi a dolgát. Na látod, ebben igazad van. Tehát nem király, nem uralkodó, nem diktátor, hanem azt teszi, ami a feladata. És akkor te miért nem teszed? Miért nem érzed azt? Miért nem tudod azt, hogy az Isten parancsolata mércéje rád is él. Attól, hogy magadat felmented, attól, hogy még magadat jobbnak, különbnek, okosabbnak, magasabb szinten állóbbnak látod és tekinted, attól még a mércét megszegted. És tudod, mi van a Biblia elején? Az van, hogy amikor az ember vétkezett, akkor Isten odállította az ő angyalát az édenkert kapujába, egy nagy világító pallossal. Azért, hogy az ember ne essen az örök élet fájáról. Nem lehet enni két fáról. Nem lehet enni a jó és a gonosz tudásának és gyakorlásának a fájáról, és nem lehet enni az örök élet fájáról. Ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen, és sehol sem. Mégis nagyon sokan ezt akarják. Védkezzünk, mentsük fel magunkat, hárítsuk a hibáinkat másokra, gyalázzunk meg másokat, és akkor majd visszamehetünk az édenkedbe az örök élethez. Ezt nem lehet. Ne felejtsd el. Az angyal még mindig ott áll a világító pallossal. Nem mond azt, ha be akarsz menni, hogy a te életedben minden rendben van. És ne ítéld el azt, aki az igazságot a felszére hozza, azt is mondhat, hogy ne ítélj, és ne ítéltes. És ez szerinted nem azt jelenti, amit jelent, hanem azt jelenti, hogy képmutató módon ne ítélj. Képmutató. Az, aki felépítette magáról a hamis képet, másokkal elhitette, önmaga is elhitte, és ezt tette élete mércéjévé. Köszönöm, hogy velem voltatok, hogy meghallgattátok ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és várlak a többi videóra is benneteket. Sziasztok, legyen szép napotok!